Azzal, hogy egyelőre elutasítja az energiainfrastruktúra kapacitás bővítésének finanszírozását, Brüsszel elveszítette minden jogalapját arra, hogy beleszóljon, honnan vesz földgázt Közép-Európa és azon belül Magyarország. Ezt mondta Szijjártó Péter azután, hogy Budapesten fogadta az azeri külügyminisztert. Szijjártó Péter fontosnak nevezte újabb földgázforrások bevonását, amiben Azerbajdzsán európai szempontból is reális alternatívát jelenthet. A térképen az látszik, hogy most milyen útvonalon érkezhet Azerbajdzsánból földgáz Magyarországra. Az útvonal lényeges eleme Törökország és a déli áramlat. Az már eldőlt, hogy év végéig 100 millió köbméternyi nyersanyag biztosan érkezik a kaukázusi országból. És az is garantált, hogy 50 millió köbméternyi azeri gázt a magyarországi tárolókban raktároznak majd el. Erről is beszélt a külgazdasági és külügyminiszter, miután találkozott azeri kollégájával. Szijjártó Péter nagyon fontosnak nevezte a diverzifikációt, vagyis azt, hogy Magyarország minél több forrásból biztosítsa az ország földgáz ellátását. Azerbajdzsán nem csak magyar, hanem európai szempontból is az egyik reális alternatíva, az egyik reális forrása a diverzifikációnak. Vagyis az Európai Unió egyik gázforrása Azerbajdzsán lehet. A miniszter elmondta, Magyarország például a következő években tovább szeretné növelni az azeri gázimportot, méghozzá legalább évi 1 milliárd köbméterre. De az, hogy ez megvalósuljon, nem Magyarországon és nem Azerbajdzsánon, hanem az Európai Unión múlik. A helyzet ugyanis az, hogy a délkelet-európai földgázszállítási infrastruktúra jelenleg nem rendelkezik elegendő kapacitással arra, hogy a közép-európai országok diverzifikációs igényeit ki tudja elégíteni. Ez azt jelenti, amíg Brüsszel nem hajlandó finanszírozni egy ilyen nagyszabású fejlesztést, addig a nagyobb mennyiségű földgáz vásárlás Azerbajdzsánból, vagy akár Törökországból, illetve Katarból csak álom marad. Mivel egyelőre az Európai Unió elutasítja a finanszírozáshoz való hozzájárulást, ezért innentől kezdve Brüsszel elveszítette mindenfajta jogalapját arra, hogy beleszóljon, hogy Közép-Európa országai, azon belül is Magyarország honnan veszik a földgázt, vagy éppen honnan nem. Minden esetre, ami rajtunk múlik, megtesszük, délkelet-európai országokkal szorosan együttműködünk, annak érdekében, hogy növelni tudjuk a délkelet-európai földgázszállítási infrastruktúrának a kapacitásait. Magyarország Azerbajdzsán mellett Törökországgal is megállapodott abban, hogy tőlük is kapunk gázt jövőre, egyelőre 275 millió köbmétert. Türkmenisztán is jelezte, kész energiahordozót szállítani Európába, és természetesen Magyarországra is. Szakértők szerint a türk alapanyag óriási jelentőségű, hiszen a közép-ázsiai ország rendelkezik a világ egyik legnagyobb gázkészletével. Magyarországnak ráadásul politikai megállapodása van arról, hogy az Európába irányuló türkmén földgáz export egyik célországa hazánk lesz. Az augusztus 20-ai diplomáciai nagyüzem egy másik nagyon fontos megállapodása Szerbiához fűződik. Déli szomszédunk ugyanis vállalta, hogy ha az ukránok elzárják a gázcsapokat, akkor az így kieső 1 milliárd köbméternyi gáz Magyarországra szállítását a saját vezetékrendszerén biztosítja.